13 éve áll a máramarosi Szórvány közösség szolgálatában a nagybányai Teleki Magyar Ház és lelkes csapata. Ez a magyar szigetként működő intézmény jelenti az ítélők számára az összetartozást és a kultúrát. Egyre több család jön rá arra, hogy nem fog jobban érvényesülni a gyermekük, ha román iskolába iratják, és egyre többen érzik azt is a sokszínű programoknak köszönhetően, hogy jó magyar közösséghez tartozni. 13 meg 1 fél. Régi magyar népdalokat tanulnak kicsik és nagyok a Teleki Magyar Házban. A hagyományőrzés és magyarságápolás az intézmény legfőbb feladata. Nagy örömünkre szolgált a Teleki Magyar Ház életébe való bekapcsolódás jó pár esztendővel ezelőtt, amikor is a környékre kerültünk, és örömmel tapasztaltuk, hogy van egy olyan közösség, egy olyan hely, ahol a szorvány magyarságnak az életét kicsit össze lehet fogni különböző szinten, értem, mint ez alatt a cserkészetet, különböző kézműves foglalkozásokat, amiket itt tartanak. Rendszeresen tartanak itt táncházakat, kézműves foglalkozásokat, mert az itt élő gyerekeknek ez az egyetlen lehetőségük arra, hogy magukba szívják ezeket az értékeket. Én azért szeretek a Teleki házba járni, mert itt sokat tanulunk, vannak kézműves foglalkozások szombatonként, mindig jelzik, hogy hánytól hányig, vannak cserkészetek szintén szombaton. Bányavidék magyarság az elmúlt 10 évben felére csökkent. Nagybányán ma már a lakosság alig 12%-a magyar. A hatalmas méreteket öltő asszimiláció arra ösztönözte a művelődés szervezőket, hogy minden eddiginél több programot szervezzenek annak érdekében, hogy megerősítsék abban az itt élőket, ilyen körülmények között is jó magyarnak lenni. Több pozitív példánk is volt már arra, hogy az a szülő, akinek esetleg egy nagyobb gyermeke román tagozatra jár, a következő kettőt magyar iskolába íratta. Ez meg kifejezetten sikerélmény és sikertörténet. És ugyanakkor vannak olyan gyerekek is, akik román iskolába járnak, vagy netán német iskolába járnak, de a ház mellett kitartanak, a ház kínálta programok mellett kitartanak, és akkor nekik megmarad ez a szál. Nekik ez a hely, ahol ők nagyon tudnak kötődni a magyarságukhoz. Rendszeresen szerveznek könyvvásárokat is a házban. Ez azért örvend osztatlan sikernek, mert ezen a vidéken nincs magyar könyvesbolt, és csak innen szerezhetik meg az erdélyi és magyarországi kiadók könyveit. A máramarosi magyarság háza nem véletlenül viseli a Teleki grófok nevét. Ez az épület gróf Teleki Sándor nagybányai otthona volt. 2002-ben a magyar kormány az íj és közalapítvány támogatásából és közösségi összefogásból vásárolták meg az épületet. Nem egy székház vagyunk, nem egy négy fal és egy tető ala fölötte, hanem intézményként sokkal távolabbra kell tekintenünk. Oda kell figyelnünk nem csak Nagybányára, hanem a Nagybánya környéki településekre is, a Nagybánya környéki szormányközösségekre is, a nálunk kisebbekre is. Minden korosztály megtalálja itt a neki tetsző programot, ugyanis a játszóházak, kulturális rendezvények mellett nyelviskolákat, felnőtt képzéseket is, táborokat is rendszeresen szerveznek, és megpróbálnak minden eszközt megragadni annak érdekében, hogy kielégítsék a magyar családok igényeit, hogy azok a szorványban magyarként teljes életet élhessenek.